Gól nélküli döntetlen labdarúgó EB előtti utolsó hazai felkészülési mérkőzésen Elefántcsontpart ellen. Király megdöntötte a Bozsik-féle válogatottsági rekordot, Sallai és Vida debütált. Következik Németország Gelsenkirchenben. A Stork építkezést az edző Wagner-Ikrekkel, Ádámmal és Gáborral vizsgáljuk. Sziasztok, jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Stork azt mondta a mérkőzés után, hogy kipróbált több formációt is a mérkőzésen. Ebből mit érzékeltetek? Én azt érzékeltem, hogy az első fél időben egy 4-2-3-1-es játékrendszerben játszott a csapat. Kicsi módosítás, hogy a Kleinheisler ilyen árnyékként kúszott fel olykor Szalai mellé. A második fél időben pedig azt láttam, hogy a 4-4-2-es szerkezetre, formációra váltottunk. Ennek egy ötleteli és adhok jelleg lett a vége. Én a második fél időt jelentéktelennek tartottam szakmai szempontból. Néhányan felkerültek a pályára, de se nézőcsalogató, se pedig szakmailag említésre méltó nem volt a második 45 perc szerintem. Van egyáltalán értelme annak a kérdésnek, hogy ha már itt formációkról beszélünk, akkor melyik verzió tűnik a legfogyaszthatóbbnak, vagy a legértelmesebbnek ellenféltől is függetlenül a magyar válogatott számára? Hát szerintem ez a 4-2-3-1, ami alapvetően egy pozíciós játék, és pont azt lehetett megfigyelni most ezen a mérkőzésen, hogy az első fél időben, ami számomra értékelhető egyébként szakmailag, mert ugye a másik fél időben rengeteg olyan csere volt, ami ugye vagy azért volt, mert már valaki elfáradt, vagy pedig azért, mert ilyen gesztus volt pár játékos részére, hogy az első fél időben ez a pozíciós játékhoz pont két fiatal játékos, ugye Kleinheisler és Nagy Ádámnak az elmozgó, vagy az elmozgás, az elmozgó játék az, ami egy kis szint vitt, és szerintem ezt a publikum is észrevette. Mert ugye Nagy Ádám volt az, aki tulajdonképpen a pályán keresztbe mozgott rengeteget, és Kleinheisler volt az, aki a pályán hosszant irányba mozgott rengeteget, és a rengeteg futásukkal nagyon jól ékelődtek be, és a többi játékos nagyjából tartotta a pozícióját, nagyon tetszett a két szélső védőnknek a játéka, hogy rendre próbáltak ugye mögé kerülni, hiszen ugye most egy tükör szélsős felállásban játszottunk, ami azt jelenti, hogy ugye a balábas játékosunk jobb oldalon játszott Dzsudzsák személyében, ugye jobb, és ugye a túloldalon pedig ugye Gyurcsó volt, és ezért rendre ők befelé indultak, és ekkor kerültek ugye mögé a szélső védők, Kádár vagy Fiola. Amit Dzsudzsák mondott, ez néha kicsit túl lett erőltetve, tehát nem mindig volt adva a játék ahhoz, hogy ez megtörténjen, de nekem nagyon tetszett a két szélsővéd és a két fiatal. Na most a Sportlap napilap olvasói szavazásán Nagy Ádám, Fiola, Kleinheisler volt a sorrend, hogy a nézők, az olvasók kit láttak a legjobbnak, Szalait viszont nagyon lepontozták. Mennyire látja jól a publikum? Szerintem a publikum mindig jól látja. Ebből az alapszabályból, mint tételből induljunk. Igen, igaz? Tehát főleg ugye ennyi néző esetén én azt gondolom, hogy nem tévednek ők, mert ugye tehát Szalai Ádám mindig tartja az alakzatot, ő indítja el a letámadást, fegyelmezett játékos, betartja az edzői utasításokat, de ez szurkolói szempontból kevés. Na ez a nagy kérdés, hogy ha azt akarjuk megfejteni, hogy miért ragaszkodik el a kapitány annyira Szalaihoz, akkor a válasz valószínűleg a fizikai adottság és technikai adottságain kívül ez a fajta fegyelmezettség, nem? Szerintem a fegyelmezettség. Tehát igazából ugye neki kellene úgymond a gesztyűt kikaparni a mögötte felérkező középpályásoknak, és lehet, hogy az edzésen nagyon jó dolgokat mutat, de ami érdekes, hogy viszont a mérkőzésen, mint látjuk, hát egyelőre nem megy neki, és viszont a mérkőzésen, amikor Bödebe áll, ő számomra például jobb formát mutat. Egyébként azt beszéltük Ádámmal idefele jövet, hogy én azt gondolom, hogy a válogatottnál a védelem a kapussal együtt az szerintem megvan, tehát, és ez nagyon rég volt már ilyen, tehát én ennek nagyon örülök. Tehát a négy védő és a kapus az adott, ugye ez a Fiola, Lang, szerintem Guzmics és Kádár lesz a védelemben, és ugye a király a kapuban. Nagyon érdekes, hogy a védekező középpályás és az irányító középpályás posztján is most olyan helyzet állt elő, hogy ott az a helyzet van, hogy az 5-6 játékos közül nem tudom eldönteni, hogy szívem szerint kit tennék fel. Hát mert ugye itt a Gera kérdéssel is szembe kerülünk, ugye? Igen. Én szerintem Gera helyzete a legérdekesebb. Igen, én is azt gondolom. Mert ugye Kleinheisler testalkati adottságai folytán soha nem fogja meghúzni a szakmai stáb szerintem, hogy ő legyen az ékünk. Tehát a 4-2-3-1-ben az előlévő játékos. Márpedig, ha ilyen árnyékékszerű irányító középpályás pozícióban van, akkor mögé én is Elekákos, Nagy Ádámot, esetleg Pintér Ádámot raknám. És akkor így viszont a Gerazoninak a helye ugye hát kérdőjeles. Második fél időre szerintem nem rossz. Most lehet, hogy sokan mérgesek rám, de szerintem
nem biztos, hogy kezd már nálam. És befejezvén, hogy az előlévő játékosok közül, tehát az a három első játékos közül, akár a szélsők, akár az előlévő ékünk közül nehéz eldönteni, tehát én sem nagyon tudnám, valószínűleg csak akkor, hogyha ott élek velük az edzőtáborban és látom, hogy az aktuális formája éppen kinek jobb, mert egyelőre, tehát nem tudom letenni a voksomat senki mellett. Dzsudzsák Balázst a csapatkapitány karszalagja is a kezdőbe teszi, bár például most nekem annyira nem tetszett a játéka. Tehát szerintem őt jobba... azért tekintetjük szentehénnek valamennyire, nem? Hát ezt nem én mondtam, kicsit igen. Tehát én mondjuk, tehát én akkor elmondom, tehát számomra egy ami kicsit furcsa, a karszalag helye, mert hogyha egy Király Gábor véd, és hogy egy Gera Zoltán is a keretben van, aki nem biztos, hogy a pályán van, és lehet, hogy ezért döntött egy Dzsudzsák mellett, meg azért, hogy lehet, hogy ezzel a karszalaggal őt tényleg egy olyan személyiség, én annyira nem ismerem, hogy ezzel tudja őt motiválni a szövetségkapitány, hogy mindent beletegyen. Magyarán neki a karszalag a dopingja egy kicsit. Lehet, hogy a karszalag a dopingja, és ezzel akarta menjen is Stork magának, és akkor ez egy jó húzás, de alapvetően hát egyértelmű, hogy Király Gáboron kéne, hogy legyen a karszalag, ha Gera a pályán van, akkor pedig rajta. No, akiről nem beszéltünk, mi lehet a Benstor kapitány baja Nikolicsal? Most már eljutottunk oda, hogy itt elvi problémákról beszélünk, nem arról, hogy szimpatikus-e az edzőnek a játékos vagy sem. Ugye ő nem kap túl sok lehetőséget, és eddig most is azt látjuk, amikor ad, akkor ebben a szerkezetben szélsőként próbálgatja. Kényszermegoldásnak látom azt, hogy Nikolic szélen kap szerepet, de... Nikolic egy 4-4-2-es hadrendben két csatár esetén, akkor, hogyha mondjuk Leinheisler is ők lennének a támadók, lenne jó, de maga a játékfelfogás az akkor elmozgó lenne, de most pozíciós játékot játszik a válogatott, tehát nem lehet keverni a szezont a fazonnal, és alkatilag tényleg a Szalai Ádám a legjobb egy szóval ilyen formációban. Ez, amit kigondolt a Stork, hogy amire alkalmas ez a keret, és amit biztonsággal felvitat hátulról, egyszerűen ebben a szerkezetben nem lesz helye nagyon Nikolicsnak. Nem. Szerintem maximum szélről, igen. Maximum szélről, tehát nem véletlenül nem rakja oda, mert ugye oda nem olyan alkatú játékosról van szükség. Igen. Na most hát ez egy elég, előfordul egyébként más válogatottakban is, van egy nagyon jó futballistám, de egyszerűen nem tudok abban a szerkezetben és abban a felfogásban valamit kezdeni, valószínűleg ennek az áldozata, nem? Engem aggaszt kicsit a válogatottak kapcsolatosan, szerintem elő vagyunk a leggyengébbek. Miközben ránézünk a kereten, a változatosnak tűnik, de mégis. Igaz? Igen, és lehet, hogy emiatt lesz kicsit hamarabb a végállomás az EB-n, mint azt szeretnénk. Mármint szerintem 16 közébe jutunk, azzal szerintem nem lehet gond, én abszolút így érzem, de utána, hogy még nagyobb bravúrt érjünk el, azt szerintem amiatt nem lesz, mert hogy nincs nekünk európai vagy világszinten jegyzett csatárunk. Na most innentől kezdve még arról érdemes beszélni, hogy ha láttuk Salai Ronaldot vagy Vida Mátét, hogy lesznek-e szerintetek Kleinheislerhez vagy Nagy Ádámhoz hasonló újabb Stork bébik az Európa-bajnokságon, tehát akár merésznek is nevezhető húzások, hogy a kapitány bevállal megint fiatalokat. Hát az Ádámmal erről is beszéltünk, hogy számolgattunk, hogy most 30 fős a keret, és hogy ugye 23-an maradhatnak, és hogy ki az, aki hát megisszenek a levét majd a végén. Szerintem a fiatalok közül maximum egy kerület oda, de szerintem őket inkább majd a világbajnoki selejtező sorozaton láthatjuk majd, és Stork akkor fogja őket beépíteni. Tehát én egyébként Sallai és Vida is szerintem alkalmas arra, hogy hosszú távon a váltottban játszon. Most is láthattuk, és annak nagyon örülök tényleg, tehát hogy a Stork érkezésével azért egy olyan változást láthatunk, mindenki érzékeli, hogy előkerülnek tehetségek. Tehát eddig nem kerültek elő, most hirtelen előkerülnek, és ez nagyon tetszik nekem. Mármint, hogy kinyílt a szakmai szempontból, kinyílt a válogatott ajtó, és sokkal szélesebb merítésben gondolkodik a kapitány, nem? Persze, tehát szerintem... Elmegy Érdre, aztán megnézi olyan futballistát, aki... Igen, ő mer olyat meghúzni, amit szerintem magyar edző nem mer. Na most azt nézzük meg, hogy mindezek alapján milyen, hogy a nemzeti sport szerint a válogatott kérdőjele, hogyan lehet a stabilitásra extrát rakni az EB-ig? Nem tudom, jogos kérdés? Mi a válaszotok erre? Nekem egy olyan elvetemült ötletem van, hogy egyet lehetne még húzni, de azt nem fogja meghúzni Ben Stork úr, hogy Torgellét kivigye, és mondjuk Szalait itthon hagyja. Ezt sajnos nem fogja meghúzni, pedig szerintem jó lenne. Tehát ez lehetne az egy személyi húzás, vagy személyi ötlet. A fiatalok közül szerintem az nem kérdés, hogy Nagy Ádámnak és Kleinheislernek ezeken a meccseken helye van. Most, hogy kezdőként vagy cserekként, szerintem ezzel már senki nem vitatkozik.
abban lehet előrelépni még, hogy az interakciókat kell figyelni a belső középpályások és a szélsők között, mert mi mondta Gábor, most azt nem lehet megmondani, hogy a szélsők közül ki a jó, hanem csak nézni lehet, hogy esetleg Német, majd Stieber, esetleg Zsuzsák, Lovrencsics egyáltalán kikerül. Nekem azért vannak érdekes kérdések még, hogy kik maradnak itthon. Szerintem veszélyben vannak néhányan. Kik vannak veszélyben? Szerintem Pintér Ádám, Gyurcsó Ádám, Lovrencsics Gergő. Szerintem ők közülük lehet, hogy valaki végül itthon marad, mert egy bal hátvéd opció az még mindenképpen kell Kádáron kívül, ezáltal szerintem Korhut kint lesz. Úgyhogy valaki a szélsők közül fog itthon maradni, ez nem fog neki jól esni. A csatárok közül szerintem mind a négyen kint lesznek, tehát Szalai, Böde, Nikolic és Priskin is, úgyhogy valaki azért rosszul fog járni. Igen, itt még, hogyha már a csatároknál tartottunk, és arról, hogy ez az eretnek gondolat, Torgele Sanyi, Er Sanyi is felvetődött, az ugye a pozíciós játék miatt, meg testalkat, meg az a taktikai rutin, igaz? Na de hát akkor mi van Priskinnál? Eretnek gondolat, csak hogyha most ugye belegondolunk abba, hogy mondjuk Torgele ugye a magyar bajnokságban ugye rugdossa a gólokat, pontosan tudjuk, hogy a válogatottban akármennyire is ugye vannak, akik sokan őt kinevetik, de hát Bödével is így voltak sokan, most pedig már abszolút nem nevetik ki senki. Tehát ebből a szempontból azért hasznosabb, mint amit eddig Szalai mutat a pályán, tehát, és ugye ő folyamatos játékban is van. Szerintem nem olyan eretnek gondolat ez, csak valamiért egyszerűen Stork látó köréből, vagy látószögéből valamiért kikerült. Szerintem ez nem eretnek gondolat. De egyébként, amit mondtam, hogy szerintem a válogatottnak a legnagyobb erőssége az a középpályás labdaszerzési törekvés, és ebben ugye Nagy Ádámnak nagy szerepe van, hogy a pályán lesz Elek Ákosnak szintén. Egyébként Pintér is nagyon jól játszott szerintem Elefántcsontpart ellen, és a Fradiban is egyre jobban játszik. Én őt kivinném, de lehet, hogy nem lesz hely a keretben. Priskin nálam benne van a Pixisben. Úgyhogy, hát ugye nekem a norvégok ellen, amit ő csinált, én őt biztos, hogy kivinném, tehát ugye, hát nyilván mondjuk az nem kérdés, hogy ő szerintem kint lesz. A legjobb formában talán a négy játékos közül ő lehet. Azt mondjátok mind a ketten, hogy nem, egyikőtök mondta csak, de hogy tovább mehetünk, tehát hogy egyetértetek Storkkal ebbe is, hogy vívhatunk a csoport harmadik helyért Izlanddal, vagyis a csapat tovább kerülhet. A horvátok ellen volt egy 1-1, most egy 0-0. Mi vár ránk az EB-n? Ez a csapat döntetlenekre is kevés góra van hitelesítve? Én azt mondom, hogy 4 pontot fogunk szerezni. Az én jóslataim szerint úgy, hogy az osztrákokkal x-elünk, Izlandot nagyon-nagyon nehezen egy góllal meg fogjuk verni. Hát aztán a portugálokkal, az is lehet, hogy a portugálokat már annyira nem fogja érdekelni, mert csoport elsők. Még az is lehet, hogy ott is egy pontot szerzünk, 5 ponttal szerintem tovább megyünk a 16 közé. Ott pedig, hogy néztem a sorsolási ágat, hát nagyon változatos. Valamiért azt mondom, hogy csoport másodikok ne legyünk, elsők legyünk, vagy harmadikok. Negyedik helyről meg nem beszélünk, mert az minek, azt nem tervezzük. Egyébként ez nem kincstári optimizmus, tehát én is azt gondolom, hogy a válogatottnak van esélye arra, hogy tovább menjen a csoportból, és szerintem mi magyarok vagyunk azok, akik sokkal pesszimistában tekintünk a csapatunkra, és hogyha most elmennénk bárhova Európában és megkérdeznénk bárkit az utcán, hogy mit gondol a magyar válogatottról, akkor azt mondaná, hogy hát ez egy elég jól szervezett csapat, egy feltörekvő, nagyon nagy tradícióval rendelkezik, újra visszatért a térképre, vigyázni kell velük. Tehát szerintem mindenki így áll hozzánk, hogy vigyázni kell velünk, és szerintem minket annyira nem degradálnak le, mint amennyire mi magyarok a saját csapatunkra tekintünk. Mi magyarok ilyenek vagyunk, de nektek legyen igazatok. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük.